Udvariban az 1840-es években saját erőből kezdték el építeni a mára romos állapotba került evangélikus templomot. Az építőmestere nagy hozzáértéssel, nagy műgonddal építette fel az 1862-ben felszentelt templomot. Közel 40 éve nem volt szertartás a klasszicista stílusú templomban, most az állagmegóvás érdekében egy jótékonysági koncertnek adott helyet. Látszik rajta kívülről, hogy a tetőszerkezetének a kettőharmad része teljesen beszakadt, ezért szervezzük ezt a jótékonysági koncertet, illetve nyitva hagyjuk a számlánkat az önkormányzatnál, további adományokat is várunk, szeretnénk megmenteni a templomot. Sokan azt mondják, hogy nem tudjuk ezt felújítani, mert ennyi pénz nincsen. Igazából a jelenlegi célok szerint nem is felújítani szeretnénk, hanem megmenteni, tehát a tetőszerkezetet arra gyűjtünk, hogy a tetőszerkezetet tudjuk helyrehozni, hogy ne ázzon tovább az épület. Van egy német kisvárossal partner kapcsolatunk. Az elmúlt évben ünnepeltük a 15 éves évfordulót, és ebből az alkalomból itt járt a német delegáció, Karin Berg polgármesterasszony vezetésével. Itt hagytak 1500 eurót, hogy használjuk a templomra mindenképpen. Azt ígértem nekik, hogy a statikai vizsgálatot fogjuk ebből elvégezni. Arra voltunk kíváncsiak, hogy meg lehet menteni a templomot, vagy le kell bontani. Ugye ezt mi nem tudjuk megmondani. Ezt a felmérést Makai Tamás építész elkészítette, felajánlotta azt a templomra, tehát az 1500 euró még mindig rendelkezésünkre áll, ezt gyűjtünk további adományokat, több 10 millió forint, vagy megkockáztatom, hogy 100 millió. Tudni, hogy az állványozás maga az rettentő nagy pénzbe kerül, meg kéne a koszorút csinálni, mert erre a falra nem lehet rátenni a tetőszerkezetet. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 2004-ben műemléki védelem alá helyezte a romos állapotba került evangélikus templomot. Forrás azonban azóta sem adódott az állagmegóvásra. Ezért döntött úgy az önkormányzat, hogy most minden lehetőséget kihasználnak az adománygyűjtésre. Elsőként kitakarították a templomot, és ide invitálták az érdeklődőket egy hasonló koncertre. Ezen felül több kezdeményezéssel próbál pénzt gyűjteni az önkormányzat. Bárka Művészeti Szalon Egyesület tagjai sok-sok éve itt táboroznak Udvariban, és mi teljes ellátást, szállást biztosítunk nekik, cserébe tőlük egy-egy festményt kapunk. És úgy döntött a testület, hogy ezeknek a festményeknek a nagy részét felkínálja értékesítésre. Ehhez párosult, hogy az egyesület további 15-20 festményt még felajánlott, amik itt láthatóak is, és ezeket értékesítjük folyamatosan, és ennek az értékét is ide szánja a képviselőtestület. Október 22-én Gyömlőváros vendégei leszünk. A tájház, a Gyömrői Tájház meghívására bemutatkozunk a mezőgazdasági termékeinkkel, és oda is elviszük a maradék festményeket, egyszer kiállítani, tudjanak róla, ismerjék meg a Bárka Művészeti Szalon Egyesület ténykedését, és ott is kínálunk értékesítésre. Az evangélikus esperes hangsúlyozta, hogy egy nagyon nemes gesztus a település önkormányzata részéről, hogy ezt az értéket meg akarják menteni. Nagyon-nagyon örülök ennek az egész kezdeményezésnek, hiszen ha az egyház oldaláról nézzük, akkor ez egy nagyon fájó pont, amikor leromló vagy éppen életveszélybe lévő templomainkat, épületeinket nézzük. A történelem folyamán sajnos nagyon sok közösség tűnt el erről a környékről, ismerjük a németek kitelepítésének történetét is, akik nem csak felépítették, de fenn is tartották ezeket az épületeket. Amikor nincs gyülekezet, nincs aki fenntartsa a templomot. Sokan nem is tudják, hogy a protestáns egyházban mindig a helyi közösség tartotta fenn az épületét, templomát. Most igazából, amikor már nincs gyülekezet, nincs istentisztelet, akkor mindig azt szoktam mondani, hogy már nem is biztos, hogy templomként, hanem egy kulturális értékként kell, hogy ezekre az épületekre nézzünk. Ilyenkor nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek olyanok, akik odaállnak,
és megpróbálják, mint értéket megmenteni ezeket az épületeket. A 175 éves templom megmentése egy igazi értékmentő cselekedet lehet, hangsúlyozta a Tolna megyei közgyűlés alelnöke. Nagyon fontos, és hát egy nagy kihívás ezt a templomot megmenteni, de hogyha sikerül, akkor egy nagyon jó jelzés azok felé, akik hasonló problémával küszködnek, hiszen van egy néhány ilyen romos templomunk még Tolna megyében, és hát mindegyiket meg kellene menteni, úgyhogy jó példával élen jár udvari, és ebben szeretnénk neki segíteni, hogy ez most sikerüljön, és akkor a többieknek is sikerülni fog. Az épület különlegessége, hogy ritka, a klasszicista stílusban épült evangélikus egyházi műemlék Tolna megyében, de országosan is.